Mire való a jány szeme, legény ellensége? Nem arra, hogy az egeket ajkatosan nézze, arra való jány szeme, hogy a legényt össze vele, össze meg puhára. És azután, ha megfőzte, kacsingasson már. Mire való a jány szája, az a piros rózsa? Hát nem arra, hogy az olvasót végig imádkozza. Arra való a jány szája, hogy az első csók után a másodikra várjon. Ha férhez megy a gazdája, kereplővé váljon. Arra való a jány szája, hogy az első csók után a másodikra váljon. Ha férhez megy a gazdája, kereplővé váljon.